nem csak Újpest, hanem az Újpest Színház is nagy dobásra készül a Városnapokon, méghozzá szabadtéri dobásra a honfoglalás kapcsán. Honfoglalás kicsit Újpestre hangszerelve. Vendégünk Dózsa László, az Újpest Színház vezetője. Szervusz, köszöntök a stúdióban. Na, mi lesz ez a nagy dobás? Hogy a honfoglalás Újpestre hangszerelve? Hát én eleve már tavaly gondolkoztam rajta, hogy egy olyan volumenű ilyen dolog kellene ide Újpestre, ami valahol egy kicsit lokálpatrióta, tehát valami újpesti. És végignéztem a kínálatokat, mert általában úgy szokta a színház, hogy veszünk előadásokat. Ha megcsináljuk, az nagyon költséges is, hát ugye sok pénz most nincsen. És a Pintér Tenyel nekem nagyon jó barátom. És én mondtam neki, hogy te mit lehet ide? Szóval tehát ott van a honfoglalás. Nagy sikere játsszák majdnem az összes városban Magyarországon. De az a bővicski, ilyen újpesti dologgal. És akkor a Szőlősi Mariannál kicsit utána néztünk, kiderült, illetve hát nem kiderült, ezt nagyon sokan tudják, csak én voltam annyira műveletlen, hogy a Megyer törzs az itt kelt át a Dunán Aquincumtól. És ugye először itt telepedtek, hát ez ennél aktuálisabb dolog nem létezik. Úgyhogy megbeszéltem a Pintér Tibivel, hogy átalakítjuk egy kicsit a honfoglalást. Tehát úgy elképzelni, hogy az előadás, amit a Pintérek csináltak, az meg lesz, de lesz egy plusz rész benne? Az lesz a mag, és ehhez fogjuk majd koreográfiát, ugye itt van ez a fantasztikus Bemtánc együttes, akik hát tényleg zseniálisak. És hát itt van a Szűcs Pista, aki a honfoglalás zenéjét írta. És akkor összejöttem a Pistával, nagyon fellelkesedett ő is, és írt olyan slágereket, 2-3-at, amit rögtön ugye, ami egyébként lokálpatrióta, hoppá-hoppá, tehát azt majd betesszük, hogy ez egy megyeri dolog, ami legalább akkora sláger lesz, mint a Sólyom szárnyát, azt mondja, mindenki ismeri. Tehát, hogy nem csak, hogy a téma lesz akkor újpesti, hanem újpesti táncegyüttes, újpesti zeneszerző. Igen, újpesti zeneszerző, úgyhogy hát fantasztikus zeneszerző a Pista, és hát egy őrületes jó sláger, nem egyet, legalább hármat írt, amit természetesen beteszünk a darab, és akkor ezzel fog indulni a Bemtánc együttessel. Nagyon lelkesítő a dolog, és nagyon örülök neki, és remélem, hogy az újpesti közönség is nagyon jól fogja ezt reagálni. A honfoglalás darab túl. Ennek a résznek is lesz te drámai része, úgy értem, párbeszédes dialógus. Csatlakozik, tehát történelmileg muszáj úgy megírni, hogy csatlakozzon a hiteles történethez. Aha, ez nem könnyű feladat. Hát nagyon nehéz, igen, mert hát végül is ugye ezek ugye mondák, az annyira nem tudhatjuk, hogy az egészen pontosan, persze, hogy van, persze. De hát a mondáknak azért, mint ahogy a Bibliának, tehát azért megvan az alapja. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, és valószínűleg egy ilyen 2-3 hét múlva elkezdjük próbálni. Alig várom, mert nagyon-nagyon nagy feladatnak érzem, és remélem, hogy ezt az újpest közönség nagyon jól fogja lereagálni. Színészek? Színészek ugyanazok lesznek, akik vannak. Legfeljebb egy-két színész esetleg még hozzárakok, akik esetleg ráérnek. Nyáron nagyon nehéz találni színészt, tudod. De ezt te fogod itt igazából, hát nem, ez a Pintér Tibor rendezése. Azt én, tudom, mint de... művészeti vezető és a színháznak a főrendező, tehát én azért sugallom majd, hogy... Hát hogy igen, mert ezt be kell illeszteni akkor ezt a dolgot. Abszolút. Be kell illeszteni az újonnan megírt sztorit a már meglévő előadásban. De akkor a Pintér erre teljesen nyitott volt. Abszolút nyitott volt, mert nagy vagány, és nekem nagyon régi haverom, tudod? És nagy izgatja őket. De ezt nagy látványba kell elképzelnünk akkor. Tehát, igen. De ez egy nagyon látványos dolog. Hát maga ugye a Bemtánc együttes, ezek fantasztikus. Most 3-4 előadást láttam azért, hogy inspiráljon a dolog. Hát zseniálisak. Én állítom, hogy Magyarország egyik legjobb tánc együttese. Mondtad, hogy az imént, hogy remélhet, hogy ez az újpesti közönség is jól fogja fogadni. Igen. Ez az, hogy egyáltalán szabadtérre mentek, hogy kicsit akkor kimegy a színház,
ez arra is orvosság lehet, amire te elég sokszor panaszkodsz, hogy mintha az újpestiek sok okból talán nem jönnek annyira a színházba, mint kéne jönniük. Tehát ez egy ilyen jó hírverés is lehet akkor. Hát igen. Hisz a városnapokon úgyis ott vannak. Úgyis ott vannak, ugye, és hát nem azért, mert az ingyenes, hanem, de hát azért egy kicsit befolyt, sajnos nem állnak az emberek olyan jól anyagilag, de talán aki megnézi majd most ezt a honfoglalást, talán kicsit jobban fogja érdekelni, hogy mi a következő. Igen. A színháznál. A következő pedig Magyar Dráma napjára fogjuk játszani Csurkának a Döglött aknák című előadását, amiben játszom a főszerepet, meg a Koncz Gábor, Koncz Gabi barátom. Tehát az új színházas benne. Azt mondja, az a hírjárja? Az a hírja. A kritikák azt hittik, hogy a két színész óriás, hát azért jól esett a hiúságomnak. De arra gondoltam, hogy akkor ezt idehozzuk a Magyar Dráma napjára. Uh-huh. Távolabbi tervek pedig, ugye, amit a polgármester úr kitalált, ami egy zseniális dolog, hogy Újpest nagyjairól egy ilyen tetralógia. Amit el is kezdtetek már az első. Igen, amit elkezdtük a Halálcsellel, a Szücs történettel. Most úgy gondoltuk, hogy még azért annyira nem vagyunk képbe, vagy az Erkel család életéről, vagy pedig volt itt egy zseniális polgármester esetleg az ő életéről, sőt, volt több. Tehát akik Újpestén nagyon-nagyon sokat tettek. Itt még több elgondolás van, azért nem akarok most neveket mondani, meg hogy pontosan mi az elképzelés, az majd legyen egy későbbi téma. Aztán, hogyha úgy tovább érdekel a dolog, akkor ha rákérdezek. Bérletbe majd fog menni a Mátyás király, az egy musical lesz, a Helyei Lacival, tehát ő annak mi Mátyás királyunk. Kíváncsi, de Helyei Laci, de ez még készül, az valamikor karácsony előtt, ilyen karácsonyi ajándék lenne a bérleteseknek. Akkor lesz egy Mária főhadnagy operett, kis vidámság, kis zene, hiszen az embereknek nagy szükségük van rá. Indul egy, ha a tervek szerint legalábbis, egy kamaraszínházi programotok is. Igen. És már talán is kezdte a Krizsik Alfonsz próbálni a Spiró Györgynek a Krizsik Alfonsz barátom, akit én nagyon sokra, nagyon tehetséges társzak tartom, be is bizonyította a Sóska Sülkrumpi rendezésével. Remek előadás volt. Nagyon sok helyen játszottuk ráadásul. És hogy egy kicsit, egy picit talán egy elvontabb dolog. És azért gondoltuk a Prag című drámát, amit az Alfonz rendez. Én megpróbálom rábeszélni, hogy játsza is, hiszen én is a Napsugárfiúkban, hogy a Neil Simon darabot rendeztem, játszottam, de hát azt majd meglátjuk, mert a Krizsik Alfonz egy nagyon tehetséges színésznek is tartom. Tehát ez van betervezve. Hát aztán még van egy olyan elképzelése, azt nem tudom, hogy megvalósítható, ez egy kicsit pénzkérdés. Régóta szeretnék én ott a Kamaraszínházba, itt az Árpád úton, egy Újpest Orfeumot. Tehát a klasszikus... Polgárcentrum. Igen. Tehát, ami hát olyan végül is a Kamaraszínháza az Újpest Színháznak, vegyük úgy. És egy olyan ízig-vérig, igazi régi teátrumot, kis bohóc jelenetekkel, artista számokkal, táncszámokkal, és ennek a kezdési ideje, hát hogyha ezt meg tudjuk valósítani, az este 10 óra lenne. Tehát és ott lehetne kicsit szórakozni. Tehát egy igazi Orfeumot, nagyon-nagyon varázslatos dolog lenne Újpesten, szerintem nagyon sokan szeretnék. Mi múlik pénzen? Tessék? Min múlik pénzen? Pénzen. Hát azért, ugye a színészek nem jönnek el nagyon ingyen, vagy aki eljön, hát az nem olyan, ugye sajnos ezt tudjuk. De gondolkozom mindenféle megoldási lehetőségem. Annyi a terved, hogy akkor mi kell még? Néző? Hát a néző az nagyon kell. Könyörgöm, jöjjenek színházba, megéri. Az a fantasztikus, hogy mindig annyira drukkol, amikor egy új bemutató van, és aztán a siker meg hát azért mindig minket igazol, mert az újpesti közönség igenis érti és érzi a színházat. Az teljesen érthető, hogy akar egy kicsit kommerszebbet is a szó nemes értelmében, de úgy vettem észre, hogy itt a Németh László Bodnár Néjának a Kutvölgyi Erzsivel,
a Sarkad Imre elveszett paradicsomjának nagyon nagy sikere volt, pedig erős, sőt, talán nagyobb sikere volt ezeknek az előadásoknak, mint az operetteknek. Mint a könnyedeknek. De legyenek az is. Egy színház akkor működik, ha, ez csúnya szó, ha vegyes felvágottat nyújt a közönségnek. Van miből választani. Ez a honfoglalás, ez egy egyszeri alkalom lesz? Az első tervezet? Én nagyon szeretném, hogyha... Jó, hogy ezt kérdezed, mert ezzel kapcsolatban mindjárt mondok valamit. Hogyha esetleg még a nagy színházban is behoznánk, tehát ott is eljátszánk egyszer-kétszer, majd meglátjuk, hogy milyen érdeklődés van. És nekem most egy nagy tervem, hogy a régi nagy sikerekből, tehát a Neil Simon, tudom, hogy Magyar Drámák Színháza, de hogyha a 12 dühös ember, a Neil Simon napsugárfiúkat elővennénk, azt gondolom, hogy azért vonzana egy-két teltházas előadást. Notabene szeretném, hogyha a pesti srácok, egy kicsit újabb feldolgozását október 23-ára, mert annak fantasztikus nagy sikere volt. Kicsit átrendezni? Kicsit gondolom. Átrendezném, kicsit úgy... Tehát, frissíteni? Frissíteni? Kicsit frissíteni, igen. Sünkert vagyok, hát Istenem. 70 éves a Dózsa Laci. Na, szóval tehát meg talán még a halálcselt is, tudod, hogy az van valahogy úgy nem volt igazán jól tálalva. Tehát az is megérdemel, abban is rengeteg régi sláger vannak. Tehát az 50-es éveknek, ugye erre van egy korosztály. És hát nem régi bemutató. Igen. És alig ment az. És szerették a filmvetítésekkel, az úgynevezett laterna magika technikával. Nagyon élvezte a közönség. Tehát esetleg be lehetne hozni egy kicsit ezeket a régebbi előadásokat is. Hát én kívánom azt, hogy ezek a gondolatok megvalósuljanak, vagy a termek tényleg realitássá váljanak. Hát én rajta veszek. Meg hát minél több nézőt. Igen. Hát várjuk a nézőket nagyon nagy szeretettel, őszinte szeretettel. És köszönjük, hogy eljönnek. Én meg neked köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.